Sziasztok, Edit vagyok. Ez pedig itt újra a Travel Collage. Minden, ami Kréta, minden, ami Görögország. Egy blog azoknak, akik Krétára tervezik a nyaralásukat, akiket érdekel a görög kultúra, gasztronómia, hagyományok, emberek, természet és épített szépségek, és akik egy kicsit közelebbről is megismerkednének a Hellének földjével. Egy korábbi videómban már beszámoltam neked arról, mi alapján döntsd el, hol szállsz meg Krétán, amely videót itt a fenti linkre kattintva meg is tekintheted. Most azonban egy konkrét tippel szeretnék neked elő Rukolni, és elmondom, miért lehet jó választás mi az a 7 plusz 1 ok, amiért te is szeretheted. Mielőtt belevágnánk, iratkozz fel a csatornámra, és nyomd meg a kis csengőt is, hogy mindig értesítést kapja a legújabb videóimról. Csatlakozz az Imáron több mint 10 ezer taggal rendelkező Kréta és Krétai Kalandok Facebook csoportomhoz, hogy bármikor segítséget kaphatsz nyaralásodhoz, vagy éppen jó magad is segítséget adhatsz másoknak a Krétai útjukhoz. És keres fel a travelkollás.hu weboldalamat, rakd a közé, és így olyan lesz, mintha egy krétai úti könyved is lenne. Retimno Kréta szigetének harmadik legnagyobb városa, és talán az egyik legelbűvölő de a konkrét okom, az első okom, amiért ezt a várost tudom ajánlani a nyaralásodhoz, mert nagyon jó az elhelyezkedése. A sziget északi felének csak nem közepén helyezkedik el, majdnem egyenlő távolságra a Hanyai és a Heraklioni repülőtértől, ami azt jelenti, hogy mindegy, hogy hová találsz olcsó repülőjegyet, Retimnova nagyon könnyen el fogsz tudni jutni. Ezen kívül, hogyha a sziget mindkét felébe szeretnél egy kis betekintést nyerni, tehát a keleti oldalba is, például szeretnéd megnézni a palotát, valamint a szigetnek a nyugati oldalán is keresel látnivalókat, például szeretnél eljutni a leghíresebb strandokra, báloszra és elefoniszire, akkor retimno az egyik legjobb választás lehet a nyaralásodhoz. A második érvem retimno mellett a 12 km homokos kavicsos partszakasz, amely retimno mentén húzódik és bátran válogathatsz belőle egész nyaralásod alatt, hogy hol szeretnél napsütésben fürdőzni, nagyon sokszor napernyőket, napágyakat találsz ezeken a strandokon, amelyek bárokhoz, éttermekhez tartoznak, tehát nagyon sokszor még fizetned sem kell, csak fogyasztanod érte, illetve nagyon sok a szálloda is a part mentén, így bátran válogathatsz ezekből a szálláshelyekből is. A harmadik ok, amiért Retimnó valószínűleg a te tetszésedet is el fogja nyerni, hogy egy virágoktól roskadozó velencei óvárosban sétálgathatsz és andalokhatsz esténként. Itt láthatod a különféle kultúráknak a találkozását, a velenceieknek a lenyomatait, vagy éppen a törököknek a lenyomatait, illetve beülhetsz a hagyományos régi tavernákban, láthatod a régi időseket, akik ülnek kint az utcákon, locsolják, vagy éppen gondozzák a virágaikat, vagy csak éppen megfigyelik az arra járókat, valamint az óváros szélén akár még egy kicsit a modern görög életbe is betekintést nyerhetsz, ahol a legújabb bárok épültek ki, és ahová akár te is helyet foglalhatsz. Ezen kívül Retimno annyira szép, hogy Görögország és talán Kréta egyik legfotogénebb városa, ahol garantáltan Instagram-gyanús képeket készíthetsz. A negyedik érvem Retimno mellett szorosan kapcsolódik az előzőhöz, hiszen itt található a sziget egyik legromantikusabb velencei kikötője, amelytől szinte biztos, hogy te is szerelembe esel, és hát szintén egy jó lehetőség lehet az esti sétáidhoz. Ötödikként említeném, hogy Retimno az igazi arany középút, nem egy csendes falu, ugyanakkor nem egy zsúfolt nagyváros, ami azt jelenti, hogy ha szeretnéd, akkor belecsöppenhetsz az esti forgatagba a pálmafás sétányon, és egy kicsit Miami-ban érezheted magadat, hogyha pedig szeretnéd, akkor csak egy csendes tavernában elütheted az idődet a helyiekkel, tehát amit csak szeretnél, ebben a városban biztos, hogy megtalálhatod. A hatodik oka, miért Retimno a te tetszésedet is elnyerheti, tele van tavernákkal, tele van kávézókkal és különféle bazárokkal, így tulajdonképpen az egész nyaralásod nagyon élvezetes lehet. A bazársorozás, ugye tudjuk, hozzátartozik a nyaralás esti programjaihoz, a tavernázás szintén, és hát Retimno ezekből tulajdonképpen kifogyhatatlan. Ha pedig az üzletek kínálatát nézzük, akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy többségében szerencsére nem a kínai árukból kell válogatnod, hanem az igazi helyi termékekből, a kézműves termékekből, vagy éppen a termelők által el előállított különféle krétai finomságokból. A hetedik érfületimnón mellett, hogy a város fölött húzódó velencei erődben te is beleszínponthatsz egy kicsit a történelembe. A város jelképét a híres szinten szinte mindenhonnan látni fogod. Úgy uralja a kis krétai település, mintha még ma is tartania kellene a betolakodóktól. Felmászva hozzá, nem elég, hogy Retimno kilátóinak egyikében lesz de még egy kis történelmi időutazás részesévé is válhatsz. És hogy mi az a plusz egy ok, amiért Retimno jó választás lehet a nyaralásodhoz. Ha Kréta nyugati felére tervezed a szálláshely választásod, mert például ott nézted ki a legtöbb látnivalót, illetve Santorini szigetére is szeretnél eljutni, ebben az esetben Retinó garantáltan az egyik legjobb választás lehet számodra, hiszen Retinó kikötőjéből hetente kétszer indulnak hajók, hogy felfedezd Santorini szigetét. Ha túl messze teszed a szállásodat ettől a kikötőtől, akkor az amúgy is hosszúra nyúló kirándulást még inkább meg fogod hosszabbítani, és nem biztos, hogy így már meg fogja érni az idő és energia nem kétség, hogy Retimóval kapcsolatban egy kicsit elfogult vagyok, hiszen én ott élek. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy egy pár hétre odautazót is teljesen elcsábít ez a város, nem csak azokért a dolgokért, amiket ebben a videóban elmeséltem, hanem sok másért is, amit ott helyben kell megtapasztalni. Bízom benne, hogy ezzel a kis videóval is megkönnyíthettem egy kicsit a nyaralás szervezését Krétára. Ha maradtak még kérdései, tedd fel őket a Kréta és Krétai Kalandok Facebook csoportban, vagy írj egy e-mailt a travelkoll Email email címre. Keres bátran autóbérléssel, kirándulásokkal, transferfoglalással kapcsolatban, de hogyha más kérdéseid lennének, akkor is szívesen segítek. Találkozzunk hamarosan Krétán! Szia!